Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, fő témáink néhány mondatban. Épül a Tudásközpont, több mint 7 milliárd forintot kapott a fejlesztésre Szekszárd. Magyarországnak előre kell mennie, intézkedésekről és tervekről tartottak sajtótájékoztatót. Angyalok jótékonykodtak Bonyhádon, a kistérségben élő rászorulóknak gyűjtöttek. Mikulás ünnepe, országszerte ajándékokkal teltek meg a gyerekek csizmái. Letették a Szekszárdon épülő Tudásközpont alapkövét. A fejlesztésnek köszönhetően egy épületben kapnak helyet a Tolna megyei levéltár és könyvtár, most külön területeken található helyiségei. A beruházás több mint 7 milliárd forintból valósul meg, amit az állam finanszíroz. Közös fotók készültek a Szekszárdi Tudásközpont alapkövének letétele előtt. A több mint 3500 négyzetméteres épületben kapnak helyet a Tolna megyei I. és Gyula könyvtár, a levéltár, valamint konferenciák megtartására alkalmas helyiségek is. A felszabadult hely a megyeháza és a könyvtár épülete is, akkor az tovább hasznosításra kerülhet és más elképzelését tudja megvalósítani a város. A munka a területen augusztusban kezdődött, mostanra pedig már két hatalmas daru is dolgozik a helyszínen. Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, az integrált tudásközpontot már több mint 10 éve tervezték Szekszárdon megépíteni. A beruházás ezért bekerült a megyei jogú város fejlesztési koncepciójába is. Akkor már kerestük a levéltárnak és a könyvtárnak a helyet, és már akkor felmerült, hogy a volt laktanya területe, ami egyik legértékesebb infrastruktúrája a városnak, hogy ezt hogyan tudnánk hasznosítani, és akkor ide megálltunk egy tudás központot, hogy a levéltárat, illetve a könyvtárakat egy épület blokkba. A beruházásra több mint 7 milliárd forintot költhet Szekszárd, a fejlesztést teljes egészében az állam finanszírozza a Modern Városok program keretében. Ami a jelentőségét mutatja, egyrészt ugye egy helyen lehet majd a felhasználóknak megtalálni mind a levéltári, mind a könyvtári funkciókat, illetve a korábban több épületben elhelyezett intézmények most egy helyen tudnak érvényesülni, ezzel nyilván jelentős költségmegtakarítás van, és az állampolgároknak is sokkal könnyebb lesz ezeknek az intézményeknek a megközelítése, és a gyűjteményeknek is a levéltári iratoknak a feldolgozása, használata. A Szekszárdi Tudásközpont a tervek szerint legkésőbb 2023 második felére készül el. Az elmúlt három napban összesen 22.699 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.157.568 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 489, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 35.611 főre emelkedett. 7.440 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 586-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.160.000-en kaptak. Tolna megyében 489 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén. Ezzel a járvány kezdete óta 24.147-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Újra meghosszabbították az oltási akcióhetet Magyarországon. A hét bármely napján reggel 7 és este 7 óra között felvehetik a vakcinát az ország 101 kórházi oltópontján, ahol Pfizert, Modernát, AstraZenecát, Janssent vagy Sinopharmot is kérhetnek az oltakozni vágyók. A szakemberek azt mondják, érdemes időpontot foglalni, mert akkor elkerülhető a sorban állás. Az akcióhét december 12-ig tart. Magyarországnak előre kell mennie, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amit Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője tartott Szekszárdon. Az eseményen a politikusok kiemelték, Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy az emberek könnyebben boldoguljanak idehaza. 80 ezer forintos nyugdíjprémium, amit már megkaptak a jogosultak, a minimálbér emelése, a családokat támogató intézkedések,
A vidék látványos, gyors fejlődése, a fiatalok SZIA mentessége és a 13. havi nyugdíj. Csak néhány dolog, amit Magyarország kormánya az elmúlt években bevezetett, az emberek könnyebb boldogulása érdekében. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta, 2022-ben is követni fogják ezt a tendenciát. Én azt gondolom, hogy az a családtámogatási rendszer, amit kialakítottunk, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok itthon tudjanak boldogulni, itthon tudjanak jövőt vállalni, családot tervezni, gyermekeket vállalni, és nagyon remélem azt, hogy a megyéből minél kevesebben mennek el a jobb élet reményében, és helyben itthon képzelik el a jövőjüket. Süli János a paksi atomerőmű bővítéséért felelős, tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az atomerőmű megépítése is a jövő generációit szolgálja majd. Olcsó energiát tudunk biztosítani, akkor a bérek emelkedhetnek, a fiataloknak meg kell tudni élni. Ez a garancia arra, hogy évente betelepülő közel 100 ipari vállalat, az ha tudja foglalkoztatni, és már ott az átlag az új üzemekben több mint 450 ezer forint az átlagbér, ez is egy jó tendencia. Ezt, ha mi a olcsó villamos energiával tudjuk biztosítani, akkor a fiataljaink itthon tudnak maradni. A politikus hozzátette, Magyarországnak előre kell mennie. Hamarosan megjelennek a Magyar Falu Program legújabb pályázati kiírásai. 2019 óta már 20 ezer tendert támogatott az állam, több mint 200 milliárd forint értékben. Ennek segítségével utcák, járdák, középületek újultak meg, korszerű eszközöket szereztek be az önkormányzatok a falvakban élők életminőségének javítása érdekében. Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, 2022-ben is több száz települést segítenek fejleszteni, és a falusi civil alapot is kiírják. Hagyományteremtő szándékkal szervezett jótékonysági vásárt a Bonyhádi Angyalhívó Egyesület advent második hétvégéjén. A rendezvény célja az adománygyűjtés volt, a célcsoportja pedig a kistérségben élő rászoruló családok. Az eseményre ellátogatók többek között cipős dobozba rejtett karácsonyi ajándékokkal támogathatták a hátrányos helyzetben élőket. Advent második hétvégéjén a Bonyhádi Angyalhívó Egyesület jótékonysági vását szervezett. A civil társulás székháza előtt felállított sátorban igazi karácsonyi mesevilág várta az érdeklődőket. Nem csak karácsonyi vásár, hanem koncert, kreatív foglalkozás és kakaóbár is várta az ide látogatókat. A gyerekek számára zenés színházzal is készültek a szervezők. Az egyesületnek ez volt az első ilyen jellegű kezdeményezése, céljuk pedig az volt, hogy megismerjék őket a bonyhádiak, mind a rászorulók, mind az adományozók. Amikor mi az egyesület titkárával elkezdtük ezt szervezni, ezt a programot, akkor egy pici kis programba gondolkodtunk, mondván, hogy eddig is minden évben volt jótékonysági gyűjtésünk, volt kiosztás, de most csináljunk valami mást. És szép lassan elkezdtük hívogatni az árusokat, hogy ki az, aki csatlakozna hozzánk. És fantasztikus volt, hogy két nap múlva már nem mi hívtuk, hanem ők hívtak minket, hogy szeretnének csatlakozni. Filóné Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere is jelen volt a rendezvényen, aki elmondta, örül neki, hogy ismét egy jó célért fogtak össze az emberek a városban. Ilyenkor az advent időszakban, karácsony közeletével leginkább megfoghatók vagy megnyithatók az emberek szíve, hogy másokon is segítsen. Látszik, hogy a kezdeményezés eltalált a szívekhez, hiszen sokan vagyunk. Bízom abban, hogy ez a kezdeményezés a jövőben is megerősödik és tovább fog tartani, akár a városi adventtel összekapcsolódva. A jótékonysági vásár alapvető célja a kistérségben élő rászoruló családok gyermekek karácsonyának szebbététele adományok gyűjtésével. A rendezvényen befolyt összegből és összegyűjtött cipős doboz ajándékokból 5 kistérségi település hátrányos helyzetű gyerekeit és családjaikat támogatják. Így részesülnek majd adományban Závod, Kisvejke, Mucsfa, Aparhant és Nagyvejke lakói. A rendezvényen elsősorban az adakozni vágyó személyek és családjaik voltak jelen.
Elhunyt Kóbor János az Omega együttes Kossuth és Liszt Ferenc díjas alapítója. A zenész november 9-én este került kórházba, a hírek szerint koronavírusra utaló tünetekkel. A 78 éves Tolna megyei kötődésű énekes halálának hírét az Omega együttes tette közzé december 6-án, 4:12-kor közösségi oldalukon. Van, ahol december 5-én este, máshol pedig december 6-án reggel érkezik. A Mikulás legendája messzire vezethető vissza, azonban napjainkban az emberek piros ruhás, nagy szakállú idősként ismerik, aki meglepetésekkel halmozza el a gyerekeket. Tolna megyében az ünnep alkalmából különböző programokat szerveztek az elmúlt hétvége során. December 6-a Mikulás napja. Tolna megyében több településen is szerveztek az ünnephez kapcsolódó programot. Tolnán a hagyományokhoz híven először a Nagycsaládosok Egyesületéhez érkezett meg a télapó. A gyerekek egy interaktív játékos műsornak lehettek a részesei, ezután pedig megkapták a várva várt Mikulás csomagot. 8+1 szarvas húzza szárnyát, hogy minden ruhája piros és finnországban él. A piros ruhás ajándékosztó útja ezután a Tolnai Kulturális Központba vezetett, ahol többek között karácsonyi vásár zajlott. Helyi egyesületek, helyi kistermelők, ajándékkészítők jöttek el, olyan áruval, ami a karácsony szellemét már idehozza közénk. Kapos Szekcsőn az adventi vásárban a kicsik zenés műsorral várták a Mikulást. A gyerekek éneke nagyon tetszett, de az időm ugye nem túl hosszú, és kell mennem tovább, hogy a többi gyerek is kapja a zsákból a sok finom édességet, szaloncukrot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Attalában Mikulás futást rendeztek, a rajtvonal mögött piros sapkában sorakoztak fel a résztvevők. Több tucat gyermek és felnőtt csatlakozott az eseményhez. A nyírkos, esős és ködös idő ellenére sokan kilátogattak Dunaföldváron a várba a második adventi gyertyagyújtásra. Vasárnaponként helyi csoportok lépnek fel és árusok kínálják portékáikat, valamint egy helyi szervezet megvendégeli az ünneplőket. Pakson Szántó Zoltán alpolgármester várta a lakosságot az atomtéren. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Ezekkel a pilinszki sorokkal köszöntötte advent második vasárnapján Szántó Zoltán alpolgármester Pakson az atomtéren az ünneplőket, majd meggyújtotta a város koszorúján a második gyertyát. Dunaföldváron advent idején a várban várják már második alkalommal a városlakókat. Horváth Zsolt polgármester köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy a rohanó világban tudjunk megállni, egy forralt bor vagy tea mellett a barátokkal beszélgetni. Azt a pillanatot, amit adott időben elmulasztunk, soha, de soha többet nem fogunk tudni bepótolni. Na most itt a lehetőség. Bepótolni nem tudjuk, de meg tudjuk azt alapozni, hogy ezeken az adventi vasárnapokként közel kerüljünk. Az est folyamán az Anna Mátia női kar adott műsort, majd áldást mondott Vízi János református lelkész. A polgármester pedig meggyújtotta a második gyertyát az adventi koszorún. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Láss, hogy ők is láthassanak. Megkapták szemüvegeiket a Fonyódi gyermekotthon lakói. Oktatás a gyakorlatban és az iskolapadban. Előnyt jelent a duális képzés a munkaerőpiacon. Lesz elég, de drágább lesz idén a fenyőfa. Az ország jelentős ültetvényei közül több Somogyban található. Mintegy 20 állami gondoskodásban élő gyermek kapta meg látását javító szemüvegét a Somogy megyei Fonyódon. A Láss, hogy ők is láthassanak országos látásfelismerési akció októberben indult el. A tervek szerint 23 ezer gyermekotthonban élő fiatal látásvizsgálatát végzik el. A cél, hogy az érintettek teljes körű szemészeti ellátást kapjanak, mindez pedig a minőségi élethez is hozzájárul. Sok sikert a tanuláshoz hozzá, elsősorban reméljük, hogy ez lesz a legjobb segítség hozzá, tessék parancsolni. A Fonyódi gyermekotthon lakói nagy örömmel vették át az elkészült szemüvegeket. Október közepén ebben az intézményben indult el az országos kampány. Már régóta szemüveges vagyok, csak én
tönkretettem, és nekem nem kellett volna tönkretennem egy drága szemüveget. Hát én azt mondanám, hogy hát a szemüveges sokat segít abban, hogy olvassunk, lássunk, messzire lássunk. Most csak nem 20 gyerek vehette át a szemüvegét, amelyeken a szakemberek még az utolsó igazításokat, simításokat is elvégezték. És most fogom majd picit állítani itt ezen a szárvégen neked. Okay. Jó? Na nézd meg, hogy jobban látsz bennünket egy picit? Igen. A láss, hogy ők is láthassanak programot, nem csak a szakma, hanem most már a minisztérium is támogatja. Nagy örömmel mondom el, hogy ugye ez a pilot program volt, ami itt megtörtént. Azóta már megállapodás született az Emmivel és a Klikkel, hogy akik ezt a programot teljes mellszélességgel támogatják, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik, és ennek okán fogunk tovább menni a többi intézménybe is, ahogyan a körülmények jelenleg engedni fogják a vizsgálatokat. Amennyiben a járványhelyzet engedi, a gyermekotthonokban tovább folytatódik a fiatalok látásának felmérése csak úgy, mint a számukra elkészített szemüvegek házhoz szállítása is. A gyakorlati tapasztalat, a valós körülmények között megszerzett szakmai tudás előnyt jelent az egyetem elvégzése után a munkaerőpiacon. Ezt egyre több hallgató is így gondolja, mondták azon a konferencián, amit a Pécsi Egyetem és a helyi iparkamara közös programjának keretében szerveztek. A duális képzés, vagyis amikor cégeknél a gyakorlatban sajátítja el gyakorlati tudását a fiatal, miközben az elméleti felkészítése az egyetemeken zajlik, egyre fontosabb szerepet tölt be a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok között. Duális képzés az egyetemen, vagyis hetente akár 3-4 napot is egy cégnél egy üzemben tölthet például egy mérnök hallgató. A gyakorlatban elsajátított tudás előny a munkaerőpiacon. Hangzott el a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol a duális képzésről tartotta konferenciát. Ennek nyilván legfőbb kedvezményezettjei a hallgatók lesznek, hiszen nem úgy kerülnek ki a munkaerőpiacra, hogy nincs tapasztalatuk. Legnagyobb gond mindig az, hogy valamiféle szakmai tapasztalatot várnak el a munkaadók, és hogyha ezzel nem rendelkezik a hallgató, akkor hátrányba kerül. Így aztán részben a duális képzés, részben pedig mindazok az egyéb együttműködések, amelyek a gyakorlati tapasztalatokat hozzák be a képzésbe, azok prioritást élveznek. A Pécsi Egyetem műszaki karán a diákoknak egy fél évük van, hogy kiválasszák a nekik megfelelő céget. Szeptember és december között van lehetőségük a hallgatóknak arra, hogy megismerjék azokat a vállalkozásokat, amelyek duális képzőhelyként kínálnak nekik lehetőséget, és egy kicsit közelebb kerüljenek ehhez az egészhez, tisztában legyenek magával a fogalommal, milyen előnyökkel, milyen hátrányokkal jár. Azt gondolom, hogy már érzékelik, és tisztában vannak ennek az előnyeivel. Évente mintegy 120 hallgató vesz részt a karon duális oktatásban. A helyi iparkamara segíti a felsőoktatási intézményt és a cégeket abban, hogy együtt tudjanak működni a duális képzés területén. Szorosan együttműködött a Pécsi Tudományi Egyetem, a Pécs Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, valamint a vállalkozásokkal. Próbáltuk támogatni a pályaorientációt, hogy minél szélesebb körben ismerjék a szülők, a diákok, a leendő hallgatók, hogy van lehetőség duális felsőoktatási képzésbe is járni, és olyan speciális kompetenciákra szerteni, amit csak a duális képzés során lehet megteremteni, vagy megszerezni. A Pécsi Tudományegyetem és a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tulajdonában lévő Pécs Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciuma az elmúlt 4 évben közösen valósította meg a duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen című pályázatban vállalt feladatokat. Hetek óta készülnek a karácsonyra a Somogy megyei fenyőültetvények tulajdonosai. Egy Csurgó környéki farmon 40 éve foglalkoznak fenyőfákkal, több 10 000 darabot nevelnek ott. Az ünnepi lakásdíszek ára 3-4 000 forintnál kezdődhet. Gőzerővel folyik a munka ezen a csurgói ültetvényen. A fenyők hegyekben állva várják, hogy elszállítsák, karácsonykor pedig feldíszítsék őket az új hazai, illetve külföldi tulajdonosaik. A legnépszerűbbek közé tartozik a lüccfenyő, Jelzistenyő és a Normand. Ezek egyre inkább a Normand kezd teret hódítani, és vannak ilyen viszonylag kisebb darab számban termelt, kisebb területen termelt fenyőfélék, mint a Colorado jegenye fenyő, Serbrook fenyő.
A farmon augusztus elejétől kezdve jelölik ki a fákat különböző színes szalagokkal, így osztályozzák őket méret és minőség szerint. Vannak olyan fenyőfák is, amelyek 6-8 méteresre is megnőhetnek, ezek általában 15-20 évesek lehetnek. November felétől, első harmadától elkezdődik a kitermelés, akkor a fákat várjuk, utána hálózógépekkel behálózzuk, meg beszállítjuk egy telephelyről, osztályozzuk őket színes méretnek típus terint. Utána pedig ilyen nagy méretű palettákra, raklapokra rakodjuk őket. A Magyar Díszkertészek szakmaközi szervezete időközben arról tájékoztatott, hogy idén drágább lesz a karácsonyfának való fenyő. Az import Nordman méterenkénti ára elérheti a 7-8 ezer forintot. A lucfenyő méterenként várható a 4-5 ezer forintba, az ezüstfenyő pedig 5-6 ezer forintba kerülhet. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Épül a tudásközpont, több mint 7 milliárd forintot kapott a fejlesztésre Szekszárd. Magyarországnak előre kell mennie, intézkedésekről és tervekről tartottak sajtótájékoztatót. Angyalok jótékonykodtak Bonyhádon, a kistérségben élő rászorulóknak gyűjtöttek. Mikulás ünnepe, országszerte ajándékokkal teltek meg a gyerekek csizmái. Kedden általában napos, illetve változóan felhős, hideg idő ígérkezik. Említést érdemlő csapadék nem várható. A légmozgás kissé mérséklődik, de többfelé fúj még élénk északnyugati szél. Éjszaka fagypont alá csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb keddeste jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!